Ez 7.30 lesz akkor, jó? Jó. Egymás után érkeznek a vevők ebbe a szekszárdi zöldségesbe. Az itt dolgozó eladó azt mondja, idén jelentősen drágult szinte valamennyi termékük. A barackot például tavaly 7-800 forintért tudták adni, idén viszont, mivel ők is sokkal drágábban szerzik be, 1200 forintot kell kérniük érte. A vevők ennek ellenére is keresik az édes hazai gyümölcsöt, igaz, a fogyasztói szokások az eladó szerint átalakulóban vannak az egyre drágább áruk miatt. Szereti mindenki a gyümölcsöt, meg kell is a gyümölcs, az lehet fiatal, öreg, mindegy, szeretik a gyümölcsöt, de viszont mértékkel viszik, igen. Tehát visz mindenki egy kicsit. Komonyi Orbán, bátaszéki gyümölcstermesztő azt mondja, másfél hektáron 150 mázsa barackkal számoltak az idén, ezzel szemben megközelítőleg a harmada 50-60 mázsa fog teremni. Az enyhe tél nem kedvez a gyümölcsösöknek, hiszen a hó megvédi a vetést a széltől, az erős fagyoktól és olvadáskor biztosítja a vízpótlást is. A legnagyobb gond azonban, hogy szeszélyes, kiszámíthatatlan az időjárás, mondja a gazda. A tavaszok meg hűvösek, meg hol száraz, hát most olyan szárazság van, én 60 éve vagyok a pályán, és ilyen szárazságot nem emlékszem, hogy észleltem volna. Nem mindenütt az országban, de itt speciál olyan szár, minden, kiszáradnak a kisfák. Ha mutatom, amit elültettünk tavasszal, kisfákat, több mint fele egyszerűen kiszárad. Amíg a fákon ilyen kevés a termés, addig a boltokban, piacokon is magasabbak lesznek az árak.